Szakadát központjától nem messze található, az a korabeli fényképeket, anyakönyvi bejegyzéseket, levéltári térképeket és házjegyzékeket is őrzött tájház, ami az 1800-as évek közepe után épült. Volt egy előzménye, volt egy ősök szobája a hivatalban, és adódott az a lehetőség, hogy jó áron meg tudtuk vásárolni ezt az épületet, gondolom a 24. órában, és akkor elkezdtük 2009-ben kialakítani az őseink emlékéről szóló kis gyűjteményt. Tehát innen az ötlet. A célja, ez az én magánheppem, hogy nem azt szerettem volna, hogy egy múzeum legyen kialakítva, vagy pár ember megfordul. Tehát ezt egy élőházként tartjuk fenn, és szeretném, amíg én tudom fenntartani. Tehát ez a településnek a kulturális centruma, egyik centruma, ahol a tavasztól, a disznóvágástól, a húsvéti nyuszi ünnepségig, családi rendezvényektől, tehát itt mindig történik valami. Tehát összejövetelek, és ezért szerettem volna, iskolások jönnek látogatóba, tehát gyakorlatilag itt mindig van valami mozgás. A ház, amelyet egykor zsúptető fedett, a megvásárlást követően felújításon esett át, de a funkcionális tereket megőrizték, hogy így meséljen az utókornak a hagyományos sváb életről. A munkálatokat elsősorban pályázati forrásból valósították meg akkoriban. Mindenképpen szerettünk volna mindent megtartani a régi formájában, tehát a régi hagyományokat, tehát mindent meghagytunk ugyanúgy. Hát nyilván sokat kellett dolgoznunk, mert nagyon rossz állapotú ház volt. És így előnyös volt, mert hasznosan tudtuk felhasználni a Német Nemzetiségi Önkormányzat feladat alapú támogatását, tehát mindig volt hova tennünk a kis pénzünket. De törekedtünk arra, hogy minden eredeti állapotában maradjon. Három tulajdonban vásároltuk a Községi Önkormányzat, a Nemzetiségi Önkormányzat és egy civil szervezet, a Szakadát Jövőjéért Alapítvány, és így a fenntartást is így megosztjuk hármunk között, és ha a civil szervezet pályázat, akkor civil pályázaton próbálunk pénzt szerezni, és hát hál' Istennek sok mindent meg tudunk valósítani pályázatokból is, meg a feladat alapú támogatásból. A berendezési tárgyak nagy része itt volt. Ez a Häfner család, a Krémer Péter nagyszülei laktak itt, és a régi bútorokat meghagytuk, tehát nem sok mindent kellett pótolni, többnyire a régi eredeti 1900-as évek körüli, 1907-es bútorok maradtak itt. Az élőházként funkcionáló tájházat igyekeznek megtölteni programokkal, hogy az itt élő közösséget összetartsák. A rendezvények alkalmával pedig a tájnyelv is megelevenedhet. Ez a fő cél, hogy egy az az információs pultunkon, amit a Krémer Péter úr készített egy szakadáti dialektusról egy beszélő szótárt, ami szerintem egyedülálló, és talán mi vagyunk még az utolsó mohikánok, akik még 300 éven keresztül megőriztük a mi nyelvjárásunkat, egy egyedi nyelvjárása van szakadátnak, és a Krémer Péter úr feltette az információs pultra is ezt a dialektust, tehát egy 500 szavas kifejezéses mondatokkal levetített szótárt, ami szerintem nagyon értékes, és ezáltal is meg tudjuk őrizni a identitásunkat és őseink szokásait, szavajárását, tehát én nagyon sokra tartom. Van még 4-5 idős asszony, akivel szívesen elmegyek és beszélgetek a mi tájszólásunkba. Belekeverünk már sok mindent, ami annak idején nem szerepelt kifejezés, magyarosítjuk, majd kifejezzük magyarul, vagy az irodalmi némettel egészítjük ki. Talán még egy férfi, a Kanter Józsi, Józsi bácsi, aki most volt 90, ő még perfektül beszéli a nyelvet, de néha az ember nem figyel, akkor belekeverünk egy-két irodalmi német szót, vagy egy-két magyar kifejezést. Gyakorlatilag a 30 éves háború után ez a mi településünkre nem Dél-Hessenből jöttek a betelepültek, a Gróf Merci 1723-ban, tehát Frankfurttól északnyugatra, 100-120 kilométerre ebben a négy településről telepítette ide őseinket, és egész más tájszólás volt arra, és
tehát vallásilag is, tehát ott katolikusok voltak, még a környező településen, akik Délhessenből jöttek, Darmstadt környékéről, ők evangélikusok, illetve reformátusok voltak. És én szerintem ezért maradt meg ez a mi dialektusunk. A tájázzal kapcsolatban egy fontos célja van az üzemeltetőknek. Elsősorban fenntartani szeretnénk ezt a kis épületet, és ide szoktatni az embereket, fiatalságot elsősorban, hiszen én is nyugdíjas vagyok, ma is szeretném átadni, továbbadni a fiatalabb generációnak, hogy azért, amiért dolgoztunk, vagy őseink dolgoztak, ne menjen veszendőbe. A szakadáti tájház már 12 éve gyűjti, őrzi, és adja tovább azt a hagyományt, ami a helyi svábságot jellemzi.